Sziasztok! Ma a Thule G2-es első videó oldalfalt szeretném nektek bemutatni. Ezt most sikerült vásárolnom használtan. És minden használt vásárlásnak a velejárója, hogy vagy megkapsz hozzá mindent, vagy nem. Én rákérdeztem az eladóra, hogy megvan-e minden, de azt mondta, hogy ő sajnos nem találta, vagy nem látott semmi alkatrészt felrögzítve az Omnistore-ra, úgyhogy elhoztam tőle, és akkor utólag néztem meg videót, hogy hát kellett volna még hozzá kapni cuccot. Ott fönt kellene lenni egy U alakú műanyagnak, ami nem engedi itt, de ide csatlakozik be, és nem engedi jobbra-balra elcsúszni a felső tartólécet, illetve lent kellett volna még egy másik műanyagnak lenni, hát egy ugyanilyen hüvelynek, amiben belemegy ez a pöcek. Ugye mutatom is, hogy hogy kell összerakni. A lényeg az, hogy kitekerjük az Omnistore-t, és úgy, hogy lazán legyen a ponyvája. Ezt a két csodát. Először azt hittem, hogy nincs meg hozzá minden cucca, mert azt írták, hogy a felső lába is megvan, és az alsó lába is. Ezt a kettőt így nem tudom, hogy sikerül egy kézzel. Neki így össze kell csúsznia egybe. Elég jó szorosan van, úgyhogy hát nem fog sikerülni egy kézzel összerakni. De akkor gyert, megpróbáljuk így. Megfogod, össze kell nyomni, és ennyi. Utána a következő lépés az az, hogy megfogjuk. Ugye ez a fele, ez rugós. Így rugózik. És azt, ahogy csavarjuk kifelé, még hosszra változik. És akkor utána tudod visszafelé csavarni. És akkor szinte teljesen belecsavarni. Most megmutatom, hogy mi a lényege. Körülbelül így beállítjuk. Ezt oda. Föl kell rakni egyszer. Körülbelül bepozícionáljuk. Ugye ide kéne az új profil, ami pontosan pozícionálja és megtartja. Ezt oda rakjuk. Másik felét. Ezt pedig szépen elhozzuk erre felé. És ennek oda kell beleülni a fütyibe. És hogyha nincs eléggé kitekerve a rugó, akkor ez most itt leesne. De mi vagy ki van? Így ez ott fönt megállt. Itt van egy horony, amiben beleül az egész. Adjunk. És akkor ha ezzel meg vagyunk, akkor kell elkezdeni feszíteni az egészet. Így kicsit segítünk neki felé menni. Hogy feszítjük, szépen a rugót ott be fogjuk nyomni, és ezzel megfeszítjük az egészet. És ez így most szuper jól le van fixálva. Látod? És akkor itt szépen beleült, itt nem tud elcsúszni, fönt meg elég jó, neki szorul, úgyhogy itt se tud olyan könnyen csúszkálni. Hát ha nagyon csúszkálni fog, akkor majd csinálok oda is egy tartót. Ott benne ül. Megmutatom, hogy két oldalra rakható, a másik oldalra is kellett csinálni amúgy ilyet. Ez pedig székláb. Vas széknek a lába. Ezer egy apró cikkbe bementem. Vittem a rudat, hogy mekkora hüvely kell rá, és szépen ráraktam. Ezen az oldalon nekem volt valami gyári, ilyen rögzítő pöcke.
Látjátok? Vagy nem látjátok? Mi a próbálkozom itt? Látjátok ott? Itt volt gyári. Nem tudom, mi volt rárögzítve. Úgyhogy itt nem, ezen az oldalon nem volt gondom. Másik oldalon. Pedig úgy oldottam meg, hogy oda beraktam egy hatos anyát. Hát most nem fog látszani. Persze, hogy sötétedik, világosodik, hogy minden csinál, csak azt nem, amit kéne. Ott egy hatos anya, és ez a pont meg tudtam húzni, hogy nem csúszik el. Ha ezzel meg vagyunk, akkor jön a befűzés. Szóval próbálom így mutatni. Belekapaszkodik, és akkor úgy húzza fel, azt is lehet. De én nekem az olyan szimpatikus, hogy úgy lehet. Ez felmenni teljesen. És ha megvagyunk, akkor egy kicsit vissza kell húzni az elejébe. Ezek is több méretben vannak magasságra. Ezt a magasságot kell lemérni, és úgy kell megvenni, hogy újonnan veszed, ha használtan, akkor vagy szerencséd van, vagy nem. Nekem annyira nem volt, mert ez valószínűleg lakóautóra való. Látjátok, a füleket az pont ilyen. Valószínűleg majd így kell megfeszítenem, hogy kihúzom kicsit oldalra, és akkor így kell, így tudok rajta feszíteni. Ez itt szépen fent be van húzva végig. Itt van egy ilyen madzag. Itt át kell kötni. Így. Dugjuk. Akkor ezt így ide bele kell fűzni. Akkor ezzel is egyszer le lehet fixálni. Hogy kevésbé csúszkáljon. Így. És utána pedig ezekkel megfogod, meghúzod, és nem csak így átakaszgatod. Egy kézzel nem olyan egyszerű. Szintén. És akkor ebből is két fajta van, ebből a tartóból. Ezek ilyen vékonyabb, látod? És akkor ez meg egy vastagabb. Valószínűleg ezzel kell lekötni az aljához, ugye fölthöz a sátrat. De hát nekem ez szépen ide lesz kötve, csak az aljához is kész. Ide. És akkor ez annyira már megfeszül, hogy teljesen. Meg ugye az elejét ezt följebb tudom emelni, akkor azzal nem lesz gond, inkább a hátulja az, ami gázabb. És akkor itt ezekkel látod befűzni. Egy ilyen feszítés. Ezt feljebb húzod, lejjebb húzod, ahogy szeretnéd. És akkor így ezt át is tudod rakni a másik felére. A ponyva egy kicsit eláll. De amikor felraktam ezt a műanyagot, akkor azt kellett nézni, hogy a ponyva az ide rátakarjon. Így, végig. Mert elvileg lehet hozzá kapni ilyen leszorító pöcköket. Néztem, 16 000 forint két darab ilyen műanyag vacak, és azt is csak így rácsúsztatod, szóval nem egy
életbiztosítás. Én most kitaláltam, hogy fúrtam ide bele lyukat, 5-ös csavart beleraktam, és az AliExpressen láttam sátor rögzítő csipeszeket, és majd abból rendelek, azt ide fölfogadtam, és azzal szépen ide lesz fogatva, és akkor a szél nem fogja így zörgetni, akkor lefogja, és talán az eső is kevésbé fog beverni. És akkor itt szépen beállt a helyére, és így nagyjából ennyi ennek a felfogatása. Ugye ezt a gyári készletet adják hozzá. Van mindenféle kampó. Ezt nem tudom, hogy ez gyári, mert én használtam, vettem. És itt vannak ezek a vastagabb lehúzatok. Akkor, hogyha nem járok így, hogy még hosszú is, hanem rövid lenne, akkor ezekkel le tudod fogadni a földhöz. Hát értelemszerűen nekem is a beton nem fog menni. És mindjárt mutatom a pontbának a gyári számát, mert valahol megvan. Csak meg kell keresni, hogy hol. Mert is arra kerestem rá, és úgy találtam meg, hogy mi ez a... Ja, itt van, bocsánat, a kevergésért. És ez a gyári száma. És azt hiszem ez a 250-es, és van 220-as, hát nekem valószínűleg 220-as kellett volna. És az pont jó lenne. Csak hát ezt megvettem így 20.000 forintért kompletten. Újonnan meg 110-115, attól függ, hogy hol nézi az ember. Egy korábbi videómban említettem, amit a lakókocsiról csináltam, hogy átalakítottam a WC-t, és itt egy, vagy hát kialakítottam a WC-t a gardrób szekrényből, és az innen nyílott erre. Átfordítottam a nyílását, így nyílott, itt volt egy kulcs, és úgy át tudtuk nyitni arra. Ezt átfordítottam az ajtót, és itt is ugyanolyan kulcs volt, mint ott. És végre sikerült rendelnem, ha rászedtem magam pontosabban zárat. És akkor ez most így néz ki. És akkor ha bemegyünk, akkor is szépen be lehet zárni. Ez ugyanúgy sima fürdőzár, mint a másik a fürdőajtón. És ez ide be lett rakva. És az összes univerzális, és szét kell szedni őket, és úgy lehet állítani, hogy jobbos vagy balos irányba álljon. Most ez a gyári beállítása. Nekem szerencsére nem kellett. Próbálva szétszedtem, hogy hogy néz ki. És akkor össze tudtam rakni. Úgyhogy most már itt is rendes ajtó, vagy kilincs van. Másik pedig ugye a szekrény ajtókkal szenvedtem. Hogy szarok voltak a zsanérok, és nem maradtak fent. Meg olyan zsanér volt benne, ami nem ez a rugós. Ezt is ugyanúgy ahonnan a kilincset a bivaktól megrendeltem. Nagyon jó áram volt különben. És akkor szépen de föl lett rakva gyári helyére. És ez most már szuper jól tart. Itt ez az ajtón sem marad fent rendesen. Most már szépen fent marad. Elvileg tényleg lehet állítani a rugó erősségen. Van valahol egy csavar benne, mivel a rugónak az útját lehet állítani, de most hol van pontosan, azt szerintem azaz, ha jól emlékszem, akkor az az ajtócsavar lesz. Ha esetleg nem maradna fent az ajtó, mert nehéz, akkor még lehet rajta állítani. De és ezeket a görgős szekrényzárakat is kellett rendelnem, mert amit Kínából rendeltem az olcsókat, nem is tudom, hogy hol van még benne olyan. Ez a fajta, ez szalcsair. Hogy rászkodik a lakó, ezek szétesnek. Annyira vékony az anyaga, hogy szétugranak, úgyhogy kellett rendelnem. De ezt is a bivaktól sikerült. Az oldalukon nincs fent, de fölhívtak pontosítani, mi kell, és akkor mondtam, hogy még ez is kellene. És ez párban volt, azt hiszem.
2000 forint talán, vagy ilyen vicces összeg volt. A zsanérok meg, az fönt van a neten a zsanérjuk, az 1750 forint darabja, azt hiszem. És akkor ez az eredeti zsanér. Tehát itt ez is el van törve. És előbb-utóbb még lehet, hogy ezt is cserélni kell. És akkor szépen fönt van a helyén. És ez most tart. Be is csukódik szépen. Ez a gyári, ez annyira nem jó. Akkor itt szépen behúzza. Hát nem soft close-os, mint az újak, de nem is értem, hogy az új soft close-os ugyan, de úgyis be kell pattintani, hogy ne nyíljon ki menet közben az ajtó. Hogy semmi értelme nincs a soft close-nak. Hát így, még ennyit a lakóról itt a az oldalvédő, esővédő fal mellé. Ja, itt össze is hajtogatva is. Megy be majd a helyére. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat. Sziasztok!